Sziasztok, srácok, illetve lányok! Én DreamDay vagyok, és a mai videóban nem hoztam el nektek, mint egy nem, nem tudom igazából, hogy hogyan fogom elnevezni a videót. DreamDevil gyémánt kihívás, vagy esetleg így szerez a Minecraftban, mondok egy példát, két és fél perc alatt a nulláról gyémántot, nem tudom, ez a kettő közül valahogy majd kitalálom a címet, de nagyon-nagyon röviden ennyi lenne a videónak a lényege. Én most előttetek le fogok generálni egy teljesen új világot, és megmutatom, hogy ténylegesen a nulláról egy kis trükkel amit igazából a leírás legelső sorában megtaláltok videót, ahol bemutatom ezt a trükköt, hogyan tudtok szerezni, tényleg, semmi csalás, semmi ilyesmi, single player, generálok én egy pályát, survival, normal, nem kell semmilyen csalás, tényleg seed sem kell, innentől kezdve nem vágom meg a videót. Indítok egy stoppert is majd baloldalt fönt, ahol láthatjátok, hogy hogyan halad ez az egész, és akkor annyi a lényeg, hogy tényleg, legeneráltunk egy pályát, és mehet is, mehet is az egész. Nagyon gyorsan én szedek magamnak fát, nagyon jó. Menjen is. Valamiért az 1.17-es Minecraftonnak a beállítása ilyen Hát így itt, hogy mondjam, elállította. Nem tudom, elméletileg visszaállítottam mindent. Szerzünk egy ilyen 6 darab fát, és utána már is kalandozunk tovább, és megyünk a gyémántunkért. Nem kell nekünk semmilyen, mint Petinek az 5 perces gyémánt kihívása. Mert higgyétek el, szerintem sokkal gyorsabban fogunk találni gyémántot, de ez majd most kiderül. Hát szedek még fát, de csinálok inkább egy baltát, nem kéne nagyon húzni az időt. Inkább csinálok egy csákányt, 15 fa, kiszedek még kézzel egy kettőt, és utána teljesen jók vagyunk. Annyi lényeg, hogy ez a, ez a, mondom azt a címbe az lesz benne, amennyi idő alatt ugye találok gyémántot, Két perc, három perc, ez bármennyi lehet, szóval ez a sponsor is függ. De mindjárt mutatom nektek, Igazából nagyon-nagyon gyorsan, nagyon-nagyon gyorsan megyünk és keresünk is egy helyet, és elméletileg, hát itt van egy agyagos rész, de ez nem tudom, hogy a legjobb lenne, nem, ez nem is agyag, na, vak vagyok, mert jelenleg most keltem, aztán igazából még, még hát a szemeim azok, öm, igen, nem a legjobb, nem a legjobbak, nagyon jó, itt vagyunk, mocsárban, gyorsan lecsekkorom a mert ahova fel van írva, minden, de nem fogok egyáltalán vágni a videóban, sőt, hogyha kell, végig beszélek, nagyon-nagyon jó. Nagyon jó, itt vagyunk a mocsárban, itt a közepe az agyagnak, és merre kell mennünk? Megvan, mert fejből azért nekem sincs meg. Nem erre, itt, itt elkezdünk lefele ásni. azért kellemes lenne, hogyha ha nem lenne televízzel ez az egész, de semmi gond, mert most ezt így szépen ide tesszük, és teszünk ide egy blokkot, és elkezdünk lefele menni. Most a videóban igazából jó nagy szerencse lenne, hogyha találnék egy fákját, de nem fog beaddolni, nem akarok semmit sem addolni, csak be... tudom, hogy nem látok semmit. Én sem látok semmit, nyugalom, de ha nagyon nagy szerencsénk van, akkor beleásunk majd egy bányába, vagy esetleg lefeleásás közben tudunk esetleg szenet találni, hát nem tudom, hogy erre mennyi az esély. Itt, itt van vas. Ugye? Jó, akkor nagyon gyorsan csinálunk egy. Igen, és egy kemencét. Nagyon jók vagyunk. A vasat az gyorsan kiszedem. Hát tudom, hogy nem látok semmit. Jó, ez vas, igen. Ez így itt vas. Én se látok igazából semmit, de megpróbálok majd valamilyen effektet rátenni a. a videóra, és akkor ti sokkal többet fogtok látni, mint én. Na és megyünk lefele. Hát nem tudom, őszinte leszek hozzátok. Hát jelenleg azt se látom, hogy hol vagyok, de lemegyünk szépen. Ho! Oh! Let's go, let's go! Meg is oldom nektek, hogy lássatok mindent tökéletesen. Hát igazából magamnak is. És megyünk lefele, megyünk lefele. Most már csak lefele kell lásnunk, és mindjárt bele is ütközünk a gyémánba nem, nem nehéz igazából gyémántot keresni, gyémántot találni pontosabban. Hanyas uh, 19-18 hanyas magasságon vagyunk. Megyünk lefele, végig beszélek, semmi vágás nincsen, nézzétek meg, mindjárt gyémántba ütközünk. Itt is van, itt is van. Látjátok milyen könnyű? Jaj, mit tettem le, nem ezt akartam. Jó, de ez is kell igazából. Betesszük gyorsan így és akkor kiszedjük a gyémántot. Nem tudom, hogy mennyi idő volt ez, mert én most nem vettem annyira halál komolyan, szóval nem az volt, hogy full koncentráció végül is, hanem közben beszélgettem, megmutattam nektek, hogy látjátok, mennyire könnyű igazából ezt az egészet megcsinálni. És hogyha érdekel titeket, hogy milyen gyors, amit hogy, hogy tudtok ilyen gyorsan gyémántot találni a minecraftban és végül is a gyémánt kihívást kifullozni akkor mindenféleképpen ajánlom nektek a leírás legfelső sorában az egyik videómat amiben elmagyaráztam nektek meg is csinálom ezt így igen és akkor nézzétek is meg itt a gyémánt nem tudom hogy hogy csinálom majd meg a, a számlálót, jó, most már vághatok. Szóval nem tudom, hogy hogyan fogom megcsinálni a számlálót, hogy mikor fog megállni, amikor megtalálom a gyémántot, vagy amikor kiütöm, de igazából láss. Láttátok, látjátok jelenleg is, hogy a nulláról szerintem ez egy két-három perc volt, amíg szereztünk gyémántot. És úgyhogy vastákányjal 7 darab gyémánt. Ez már. Hát figye, figyeljetek igazából egy gyémánt egy gyémánt csákány, minden, minden. Igazából ez a videó ennyi is lett volna, megmutattam nektek, hogy milyen a gyémánt kihívás Dream Devil módra, vagyis hát hogyan találjátok kb. 2-3 perc alatt a nulláról a, a nulláról gyémántot a szervervel világatokban. Reggel van még, remélem azért élvezhető volt a videó. Én Dream Devil voltam, találkozunk a következő videómban, és hogyha érdekeltiteket a trükk, ne felejtsétek el megnézni a leírás legfelső sorában a linket, ami megmutatja, hogy mi is ez a trükk. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, illetve feliratkozni, hogyha még esetleg nem vagytok. Találkozunk a következő videómban. Sziasztok!